Amíg ezek a napok a legtöbb családban már a karácsonyi készülődésről, favásárlásról és díszítésről szólnak, addig jó néhány sportolónál nincs ez így. Például a vízilabdázóknál sem, akik a január 12-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságra készülnek gőzerővel. Ez teljesen új szituáció sokunk számára, úgy gondolom. Főleg így, hogy most egy hotelbe beköltöztünk együtt csapatostul, nem is otthon mondjuk a családdal, de igazából tudtuk, hogy az e-sport ezzel jár, valamikor eljön ennek is ideje. Annyi időnk lesz, hogy 23-a délután, 24-a, 25-a és 26-a szabad, illetve 31 és elsője. Ekközt az idő alatt végigedzések lesznek, de helyek közel meg lehet oldani szerencsére az ünneplést is, meg a kikapcsolódást is. De igazából most egy olyan fő cél van mindenki szem előtt, ami úgy gondolom, hogy ezt az egy évben ezt a karácsonyt el lehet engedni, azért cserébe, hogy oda jussunk, amit kitűztünk magunk elé. Én azt gondolom, mindenki számára fontos, sokan családosak már ebből a vállalatodból, hiszen olyan korban vannak, gyerekeik vannak, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy fejben jól legyenek a játékosaink, akár azt a pár napot, ha ezek tényleg nem is sok nap, de azt úgy tudják eltölteni, hogy egy picit ki is tudjanak kapcsolni, de én abban is biztos vagyok benne, hogy azért, mint hogy nekem is, játékosaimnak is benne lesz a fejükbe az, hogy edzésekből jönnek és edzésbe mennek vissza itt az ünnepek után azonnal, és van számunkra egy nagyon fontos feladat itt a nagyon közeli, most már tényleg mondhatom, nagyon közeli Európa-bajnokság, ami már január 14-én megkezdődik, és azért el is várom, és tudom is azt, hogy meg is teszik azt, hogy alárendeljenek sok dolgot itt az életükben, hogy minden működjön. Hát igen, az ajándékok megvásárlását azt 16-áig bezárólag meg kellett ejteni, mert ugye 23-a délutáni mi be vagyunk költözve egy hotelbe, tehát arra nincs nagyon idő. 24-e, 25-e, 26-a, tehát a klasszikus karácsonyi napok azért nekünk is pihenők lesznek, amikor mindenki hazamehet, szűk családdal lehet. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta belsőséges viszony meg mindent ezt meg tudja tartani mindenki. De utána vissza kell zökkenni, és nekünk is szabad ebben a három napban engedni fejben, mert ugye karácsony után nagyjából két héttel később már Európa-bajnokságban. És vajon az étkezés terén mennyire engedhetik el magukat a játékosok ebben a három napban? Szerencsére nekem nem kell odafigyelni. Természetesen azért nem fogok mindent megenni, ami magam elé kerül. De tényleg szerencsém van, hogy olyan alkatom van, hogy általában az ilyen pihenő időszakok alatt nem fenyeget az a veszély, hogy én elhízzak. Azt majd mástól kell megkérdezni a csapatban. Az utóbbi időben elég sokat foglalkozunk a játékosoknak a dietetikájával is egyébként, illetve a táplálkozás tudománnyal kapnak ezzel kapcsolatban is előadásokat. Én remélem, hogy gondolom, hogy a menük azért nem nagyon fog változni a karácsonyi asztalon, de a mennyiséget, illetve ha van választási lehetőség, én azt gondolom, hogy azt fogják választani, ami kimondottan jó számukra hosszú távon sportolói szempontból. Egyébként olyan rövid a pihenő, hogy sokat rontani nem tudnak egyébként a fizikai állapotukon, úgyhogy én abszolút pozitívan állok hozzá, hogy ők most egy pár napot otthon töltenek, és szerintem teljesen normális is. Nyilván lesz, gondolom, a csapatban, aki jobban elengedi, lesz, aki kevésbé, de mindannyian próbálom majd figyelni. Mi a kedvenced ilyenkor egyébként a karácsonyi menüből? Talán halászlé, mert egyébként évközben nem szoktam enni, csak karácsonykor. De egyébként régi szokásunk volt még, amíg édesapámmal és szüleimmel laktam, hogy rákot ettünk karácsonykor, ez nem egy múlva bevett szokás, de ez is az egyik kedvenc menünk közé tartozik. Szilveszterkor mi fér be? Én sose voltam szilveszterezős, úgyhogy most is csak egy ilyen nyugis szerintem otthon leszek, és egyébként meg komolyabb buli, különösebb buli nem félne.